Minden eldől, Simon triplázott. A kiagyott vasas helyzetek mérkőzésén még negyed óra sem telt el, és a Zete góllal büntetett. Horváth lőtte középre a labdát, Delics pedig bepasszolta. Végtehetetlen volt. És most a mérkőzés legszebb és legnagyobb gólja következik. Simon Attila. Hihetetlen bomba, és már 2-0 a Zete javára. A második félben folytatódott a gólgyártás. Kamber lopakodik fejjel, és már 3 gól az ETE előnye. Aztán megkezdődött a szemfüles Simon Attila című fejezet. Íme az egyik gól egészen közelről. Aztán következik a másik. 5-0. És Szalai Tamás a vége felé már csak a ráadás szállította. Vasas ZTE 0-6, az egerszegi visszavágó csak formalitás.